Az Evangélium Lukács írása szerint, 9. fejezet. Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik, minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik. Semmit ne vegyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak betiteket, titeket, verjétek le még a port is a lábatokról bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem, meghalotta mindazt, ami történt, és nem tudta, mit gondoljon, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy illés jelent meg, mások pedig azt, hogy valamelyik régi proféta támad fel. Heródes ezt mondta, János, lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akart őt. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bécsaida nevű városba. De amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és tanyákra, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis, mint egy ötezer férfi volt ott. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Ültessétek le őket ötvenes csoportokban. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek is jól laktak minnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat tizenkét kosárral. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokasság? Ők így válaszoltak, Keresztelő Jánosnak, de némelyek illésnek, némelyik pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti, kinek mondatok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie. De harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt minnyájukhoz: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem, és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek után, mint egy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelentek, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat. Egyet neked, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet, mert nem tudtam mit beszél. Alig, hogy kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akit kiválasztottam. Reá Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, úgy rázza őt, hogy habzik a szája és nehezen távozik el tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat is, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lérekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának minnyáján elámultak az Isten nagyságán. Amikor minnyáján csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy ne tudják megérteni, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb, Jézus pedig, ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket és maga mellé állította. Majd ezt mondta nekik: Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, mert aki a legkisebb minnyájatok között, az az igazán nagy. Ekkor megszólalt János: Mester, láttunk valakit, aki a te űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követt téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki de nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak. Uram, akarad-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgált őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki. Követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.